Másodikként végzett két szentgyörgyis tanuló egy országos pékversenyen a közelmúltban. Most ezzel kapcsolatban láthatnak egy stúdióbeszélgetést. Köszöntöm a stúdióban Szíj Enikő tanárnőt, valamint Görgei Kittit és Németh Tamást. Jó estét kívánok, szervusztok! Országos versenyen vettetek részt, Budapest hagyományőrző verseny. Tanárnő, hányadik alkalommal volt ez a verseny, és pontosan mi is? Az idén rendezték a 14. budapesti hagyományőrző pékversenyt, országos pékversenyt. Ezt mindig Budapesten rendezik meg. És ti hányadszor vesztek részt ezen a versenyen? Hányadszor voltatok ott? Én másodszor veszek részt rajta, volt nekem az első. Ti gyerekek voltatok már? Az első alkalom. Első alkalom volt mindegyikötöknek, és rögtön ilyen szép eredménnyel. Azért mondjuk el mindjárt az elején az eredményt, hogy... Második helyezést értek el a gyerekek. Az az országos második helyezés ezüstérem, amihez gratulálunk. Köszönöm. Szép eredményhez. Hogy kellett erre felkészülni? Te mondtad, hogy voltál már tavaly, tehát vannak tapasztalataitok. Előzetes munkák voltak-e, mit kellett készíteni? Igen, hát már szeptember közepétől kezdjük a felkészülést, akkor kapunk hozzá egy anyagot, van egy elméleti felkészülés és egy gyakorlati felkészülés. Mit kellett csinálni, Kitti, gyakorlatban? Gyakorlatban hát 10 terméket kellett megtanulnunk, gyakoroltunk rá, és abból kaptunk 2, a matyópelecet és a rongyos kiflit, és azt kellett elkészítenünk, 3 óránk volt rá. Elméletben mit kellett produkálni? Hát ugye 5 terméket kellett megtanulni, a történetét, elkészítését, és ebből a fumut, ugye egy ilyen kalácsbabát kellett elmondani. Hogy lehet erre rákészülni, Enikő, előzetesen? Tehát tudjátok azt, hogy mit fognak ott majd csinálni a gyerekek? A gyakorlati feladatot azt nem tudjuk, hanem a 10 termékből ott választják ki, hogy melyik 2 kell majd lesütniük. A gyakorlati tételsort azt megkapjuk 5 terméket, és abból, amelyiket kihúzzák a gyerekek, azt kell nekik elmondani. Tehát akkor gyakorlatilag mindent meg kellett tanulni, Kitti, előzetesen, mindent megcsináltatok előzetesen. Mikor kezdtétek a felkészülést? Hát szeptember közepén, mikor megkaptuk a tételeket, az elméletit azt minden nap folyamatosan kérdezte a tanárnő a gyakorlatra, meg mikor ugye alapból gyakorlatunk volt, meg külső gyakorlaton is, suli közben. Ott a helyszínen megkaptátok a feladatot, és akkor ott álltatok neki, és sütöttétek le, hogy zajlott hát ez? Igazából úgy, hogy bementünk, ugye voltak itt ott ilyen segítők, akik a kezünkbe adták a papírt, kinyitottuk, ugye láttuk, hogy mit kell megsütni, aztán ugye, amit előre megtanultunk anyagnormákat, az alapján kiszámoltuk, aztán ugye önállóan nekünk kellett kimérni, ugye eddig úgy készültünk, hogy eredetileg alapanyagokat adnak, de aztán idén ez változott, és most nekünk kellett kimérni önállóan. Ugye kimértük, és ugye úgy kellett, hogy 2 termékből melyiktől tovább, ugye azzal kellett először kezdeni. Beragasztottuk, amíg az egyik pihent, addig a másikkal bele dagasztva, amikor az bele dagasztva az pihent, akkor az elsőt azt már lehetett készíteni, aztán végül is így ott azért a sütésnél, mivel ugye olyan kemence volt, amin még nem dolgoztunk, ott azért volt segítő, de ugye végén már azt is önállóan tudtuk figyelni, és akkor kisült, földíszítettük az asztalt, és akkor ugye utána nekünk ki kellett menni, és ugye a zsűriztek közben. Jött a zsűri, tehát kikből állt a zsűri egyébként, Enikő? Zsúri az elnök, az a Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének rendfője, Narda Janita volt, a rendfő helyettes Gyarmati Lajos, és az Irek Stamaktól volt Hási Norbert. 3 főből állt a zsűri. Tehát akkor egy abszolút szakmai... Igen, teljesen szakmabeliek voltak, igen. Szakmai zsűri, aki elbírálta ezt. Itt említetted az előbb, hogy mit kellett ott megcsinálni, milyen 2 terméket. Egy kicsit erről tudnál beszélni, mi ez egyáltalán, amit mondtál? Ugye volt a matyóperec és a rongyos kifli. Igazából a matyóperec is egy kalács, ami 4-es fonásból készítettük el, és a díszítés egy virág volt, és a rongyos kifli pedig egy leveles tészta volt, hajtogatott tészta. De ezek szerint nem volt már újdonság nektek egy is. Hát sokat gyakoroltunk tanárnő segítségével, rendesen felkészültünk, ezért a legjobb tudásunk szerint meg is tudtuk csinálni. És nem akármilyen eredménnyel, ugye? Igen. Még egyszer ez az országos második hely nektek, főleg, hogy első alkalommal vagytok, és mindjárt ilyen szép eredménnyel. Ha jól tudom, még nem vagytok végzősök, van még egy évetek hátra. Mik a tervek, ha végeztek? Maradtok a szakmában? Én mindenképp szeretnék majd. Remélem tudok is olyan helyet találni, ahol tovább tudom folytatni a tanulást. Tamás? Hát én úgy vagyok vele, hogy amennyiben tudok, természetesen ebbe szeretnék dolgozni, hiszen 5 évet tanultam ezt a szakmát, de amennyiben nem sikerül éppen akkor abban a pillanatban olyan munkáját találni, én elmegyek akárhova, mert nem állok ott otthon, aztán nézek ki.
De mindenképpen szeretél ez a szakmát, tehát tovább szeretné csinálni. Én gratulálok mindannyiótoknak ez a szép eredményhez, szép helyezéshez, és további jó munkát, sok sikert a munkában, tanulásban. Köszönjük szépen.